az optimális családtervezési modellnek nem csak az a célja, hogy egészségesen szülessenek meg a kisbabák, hanem az is, hogy minél jobb testi és szellemi adottságukkal jöjjenek a világra. Hiszen minden szülőnek az a vágya, hogy a gyereke vigye sokra, hogy legyen tehetséges, aztán majd virágozzon talentummá. Éppen ezért a mai előadásomban a géniusz palántákról szeretnék önöknek beszélni. Ugye talán emlékeznek, már bemutattam, hogy ma úgy képzeljük, hogyha a szellemi képességeinket akarjuk értékelni, akkor 4 adottságot kell elkülöníteni, az általános értelmi adottságot, ez az okosság, a speciális mentális adottságokat, a kreativitási adottságokat, hogy képesek vagyunk-e új eszmék megteremtésére, és hogy bennünk van-e az az energia, ami motivál minket, hogy váltsuk valóra az adottságainkat. Mert ez csak adottság, ezek a genetikai lehetőségek, ez a jó szerencse, semmi más, hogy mit kapunk. Viszont, hogy ezekből az adottságokból mi lesz, az már attól függ, hogy milyen családba születünk, hogy milyen iskolába járunk, hogy a kortársak milyen hatással vannak ránk, és végül ott van a negyedik, hogy hát milyen társadalomba születünk. Ezért nevezzük ezt 2x4 faktoros talentum modellnek, mert ha már valóra váltjuk az adottságainkat, az képesség, és hogyha valóra váltjuk a tehetségünket, az már a talentum. Nos, már az ógörögök azt mondták, hogy 4 olyan speciális mentális adottság van, amire születni kell. Engem ez azért izgatott, ugye, mert ha valamire születni kell, ott azért biztos a géneknek is szerepe van. Ők ezt arra vezették vissza, hogy ez az a 4 speciális szellemi adottság, mindjárt mutatom, a zenei, a költői, a festői és a matematikai, ami nagyon korán megjelenik, tehát már gyermekkorban észre lehet venni. Én éppen ezért az elmúlt 15 évben, szabad időmben az ő kutatásukra vállalkoztam, és nagyon érdekes volt. A zenei géniuszokra az jellemző, hogy a nagyapának szép hangja van, a fia már professzionális zenész, és az unoka az Mozart, az Liszt Ferenc, tehát egy ilyen piramis modell, aztán megy szépen vissza. A költői géniusság egészen más. A semmiből jönnek, és a semmibe mennek. Ezért nevezem Geyser modellnek. Hát gondolják meg, Petőfi Sándor apja egy szlovák mészáros, anyja egy analfabéta cselédlány, József Attilának az apja egy jobb román szappanmunkás, anyja Pőce Borbála, hát egy kun szolgáló lány. És akkor egyszer csak lesz nekik egy Petőfi Sándoruk, és egyszer csak lesz nekik egy József Attilájuk. Ugyanis a bennük lappangó gének véletlenül összetalálkoznak. A festői géniusság az megint teljesen más. Ott van Ferenczi Károly, többször említettem, de a többiekre is ez jellemző. A szülők azt se tudják, mi a festészet. Ők hirtelen festő géniuszok lesznek, és a gyerekeik 50%-a újra festőművész lesz. Tehát ha egyszer kiugrott a géniusz, akkor a gyerekeire nagyon nagy hatással van. És végül ott vannak a matematikusok, azt vulkán modellnek nevezném, hogy már az apában ott pedzeget az a vulkán, már időnként, mint a füstölögne, gondoljanak Bolyai Jánosra, apja Bolyai Farkas, aztán egyszer csak a fiúban kitör, és hát ő lesz a géniusz. Na most ezek azért érdekesek, mert így tulajdonképpen jobban meg tudjuk érteni ezeknek a géniusz palántáknak az eredetét. De van egy nagyon fontos szabály, és ezt szeretném bemutatni a következő ábrán. Ugye, ha mindezeket, a szellemi képességeket nézzük, egy ilyen harang alakú görbe rajzolódik ki, vagyis az emberek 2/3, hogy az unokáim mondanák, tök átlagos, aztán ott van még mellettük egy átmenet, 95%-uk átlagos és átlag körüli, és ott van a 2 szélén a nagyon rossz és a nagyon jó. Na most az átlagosoknál a gének nem számítanak. Mindenki meg tud tanulni. Egyszer egyet mindenki meg tud tanulni. Zenélni, zenét szeretni, még verseket is tud talán írni. Tehát átlagosoknál nem fontosak a gének. Viszont minél szélsőségesebb, annál fontosabb. Gondolom, nem fog senki velem vitatkozni, hogy a legjobb pedagógus sem tud egy átlagos gyerekből Bartók Bélát, Csontvárit, Petőfi Sándort csinálni. Arra bizony születni kell. Próbáltam érzékeltetni, hogy a muzsikus, költő, festő, matematikus géniuszok gyökereiről egyre többet tudunk. De amikor én ezekkel a géniuszokkal foglalkoztam, mindig eszembe jutott, hogy ők nagyon fontosak, nagyon büszkék lehetünk rájuk. De azért a társadalom sikeressége azért nem elsősorban rajtuk múlik. Az a pedagógusokon, az orvosokon, vagy esetleg a politikusokon múlik. És amikor
azzal kell szembesülnem, hogy megkérdeznek engem a hallgatóim, mert tanítok a Debrecen Egyetemen, hogy mi az, hogy pedagógusi tehetség, akkor azért nagyon nagy zavarba vagyok. Tudom, persze, az a pedagógusi talentum, aki akkora karizmával rendelkezik, hogy a gyerekeit meg tudja, gyerekeivel meg tudja szeretetni a tanulást, meg tudja szeretetni a tantárgyát, de hogy ezt 10 éves korban hogy lehet észrevenni, nem tudom. Vagy amikor Korányi Sándort megkérdezték, hogy kiből lesz kiváló orvos, akkor azt mondta, hát igen, már gondolkodtam rajta. A középiskolában kiderül, hogy ki a jó matekos, fizikus, az elmegy műszakira, matematikusnak, mérnöknek, kinek van jó nyelvérzéke, az majd elmegy nyelvésznek, és akkor sorolta tovább, és azt mondta, aki talán nem ütődött, de semmihez se ért, abból még egész jó orvos lesz. Én azért bízom benne, hogy ehhez egy kicsit több is kell, mert azért hiszem azt, hogy az orvosi hivatásnak az a lényege, hogy fontosabbnak tartjuk a mások egészségének és életének a védelmét, mint talán önmagunkat is, de hogy én genetikus mondjam ki, hogy ugye az adottságok, az jó szerencse semmi más, de hogy abból mi lesz, az már a külső tényezőktől függ. És mutatok önöknek egy ábrát, ez a 19. században 10 évenként elkülönítve a géniuszok száma, látják, 14 géniusz született 10 évenként, De nézzék meg, van olyan 10 év, 1850 és 59 között, amikor 4, és van olyan, amikor 1880 és 1889 között 37. Ez ugyanaz a nép, ugyanazon genetikai adottságokkal, ugyanazon földrajzi környezetben, és 9-szeres különbség. Miért? Hát már biztos önök is gondolkodnak. Ugye leverik a szabadságharcot, jön a Bach korszak, a magyarok is passzív rezisztenciába vonulnak. Tehát ha abban a 10 évben született egy géniusz palánta, abból nem lett géniusz. Viszont aztán jött a kiegyezés, jött a magyar gazdasági csoda, így mondták Európában. Aki 1880 és 89 között született, annak nagy szerencséje volt, akkor szükség volt a géniuszokra. És akkor 9-szer több virágzott ki. Tehát szépen mutatja ez, hogy a külső hatások mennyivel fontosabbak a géniuszok szempontjából. És végül még két dolog, két jelenség. Ugye mondtam önöknek, hogy az okos emberek, azok sokra viszik a társadalomba, de igazából géniuszok a kreatívak lesznek, akik megteremtik az új világot, ahogy Bolyai mondta, vagy ahogy Ady Endre írta, hogy csak új időknek új dalaival lehet fölmenni a költők olimposzára. Csak az a baj, hogy ezek a másképpen gondolkodó, másképpen viselkedő emberek borzasztó önártóak. És tudják, így, ha végig gondolok az életemben, hogy ismertem Huszárik Zoltánt, a Szimbád alkotóját, ismertem Latinovics Zoltánt, a színész királyt, ismertem Kondor Bélát, a 20. század egyik legzseniálisabb grafikusát és festőművészét, és végig gondolom, hogy milyen korán, hogyan mentek el, akkor bizony a lelkiismeret urdalásom van, hogy miért nem vigyáztunk jobban rájuk, és hogy ők miért nem vigyáztak jobban magukra. Mert nézzék, ott vannak a tudósok, ugye a Nobel-díjasokat említettem. Hát ők voltak olyan okosak, hogy amikor látták, hogy ebben az országban nem kellenek, akkor elmentek. Nem tudom, mennyire ismerik a híres történetet, ugye, hogy az atombomba előállításában állítólag volt egy 5-tagú bizottság. Amikor Fermi kiment, mert mondjuk toalettre kellett menni, akkor a másik 4, mert az ugye Wigner volt, Neumann volt, Teller volt, és... Tehát Szilárd, pont aki kitalálta az atombombát, akkor mondták, na hál' Isten, most már beszélhetünk magyarul. Ugye ők voltak azok a Mars lakók, akik az amerikai átlag ember számára olyan géniuszok voltak, hogy nem is értették őket. Azért sem, mert nem is tudtak jól angolul, de azért igazából valami földön túli géniuszok voltak. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy míg az okos ember még a kreativitását is tudja módosítani, tudja befolyásolni, addig a sajnos az a művész géniuszok nem, és nagyon kéne rájuk vigyázni, mert azért higgyék el nekem, a legnagyobb természeti kincsünk az a tehetség.